A kistarcsai városi úszodában hetente 1200 gyermek és felnőtt hódol a vízisportoknak. Az önkormányzat célja az üzemeltetés mellett az intézmény korszerűsítése, fejlesztése. A közelmúltban megvalósult közel 50 milliós beruházás keretén belül az úszoda hő- és légcserélő berendezését cserélték ki. Egy 49 millió forintos hőlégcserélőt szereltünk be az úszodában, amely égetően fontos volt, ugyanis az úszodának a működtetéséért felelős. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy a levegő fűtése, a levegő portalanítása, illetve a levegő mozgatása, és még egyéb más olyan feladatok tartoznak ehhez a szerkezethez, amely a kellemes közérzetet biztosítja az úszodába, illetve a megfelelő hőmérsékletet. Az előző sajnos tönkrement, igazából októberben észleltük 2015 októberében, hogy nem működik, egyik pillanatra a másikra tönkrement, teljesen le is állt, akkor egy két napra be kellett zárnunk az úszodát, mert semmilyen hőmozgás nem volt, tehát párásodott és egyéb más problémák, magas volt a klórnak a koncentrációja, tehát teljes mértékben be kellett zárnunk. Annyit meg tudtunk csinálni tűzoltásként, hogy megjavítottuk ezt, és ez azt jelentett, hogy 40%-osan üzemelt. A probléma igazából az volt, hogy a következő időszakra már nem mertünk nekiállni ezzel a hőcserélővel, mert bármikor meghibásodott, és onnantól kezdve az egész hőlégkezelés leáll az intézménybe, és így nem működtethető az úszoda. Úgyhogy úgy gondoltuk az önkormányzattal és a képviselőtestülettel, hogy mi tovább szeretnénk működtetni az úszodát, és ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy új hőcserélőt tegyünk be. Először ezt pályázati úton próbáltuk megoldani, sajnos a vízilabda szövetség ezt a beruházást nem támogatta, úgyhogy az önkormányzatnak saját forrásból kellett biztosítani ennek a gépnek a megvételét és a beszerelését. Tehát idő szempontjából ez úgy indult, hogy októberben meghibásodott, megjavítottuk, aztán elindítottuk a pályáztatást. A pályázatnak az eredményét azt júniusban tudtuk meg, hogy nem nyertünk. Innentől kezdve a képviselőtestület döntött arról, hogy az önkormányzat saját hatáskörbe fogja, és saját forrásból fogja ezt a beruházást elvégeztetni. Lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, kiválasztottuk a kivitelezőt, és már ez augusztus vége volt. Na most a gépnek a legyártása az maga 2 hónap volt, és októberben lett kész ez a gép, és október közepe környékén tudtuk elkezdeni a tényleges beruházást, és ezzel most lettünk kész novemberben. Tehát igazából az a tervünk sikerült, hogy a 2016-2017-es téli időszakot már az új géppel fogjuk működtetni. Ez egy 21. századi gép, ez egy Wegener, az egyik legmodernebb hőcserélő, ami létezik a piacon. Igazából a tervezésnél azt is figyelembe vettük, hogy ha későbbiekben szeretnénk bővíteni az úszodát, akkor ez a gép a kibővített úszodának a légcseréjét is el tudja végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy az előző gép az óránként 18 ezer köbméter levegőt tudott magán átpréselni, ez 23 ezer köbméter levegőt tud óránként átpréselni magán, és ezzel teljes mértékben el tudja látni az úszodát, illetve egész más a szűrőrendszere, és egész más az energia takarékossága. Tehát előzetes számításunk szerint éves szinten 3-4 millió forintot is meg tudunk spórolni ezzel a új technikával, mivel jóval gazdaságosabb a levegő, illetve a hő felhasználása. Az elmúlt időszakban milyen egyéb fejlesztéseket hajtottak végre az úszodában? A képviselőtestület nagyon fontos feladatának tartja az úszodának a fejlesztését, ezért koncepciószerűen zajlanak a fejlesztések. Első ütemben három év alatt több számos fejlesztést hajtottunk végre. Első ütemben a legégetőbb volt a ponyvának a cseréje.
Rossz volt a ponyva, le kellett cserélnünk, illetve ezzel az új ponyvával jóval magasabb K-értéket kaptunk, tehát sokkal jobban szigetel. Második ütem volt a kazánnak a lecserélése, szintén egy új modern kondenzációs kazánokra cseréltük le a régieket, illetve egy konténerbe közelebb hoztuk az uszodához. A régi kazánok fent voltak a Simándi József általános iskolának a tetőteraszába, ezt pedig teljesen leúztuk a uszoda mellé, így az mellett, hogy kondenzációs, jóval közelebb is került, és a földben nincsen hővesztesége a felfűtött víznek. Harmadik ütemi beruházás volt ugye ennek a hőcserélőnek a lecserélése, és ez mellett folyamatosan javítjuk a gépészetet, a homokszűrőt újítottuk fel, a uszodának a vízvezetékrendszerét újítottuk fel, a szivattyúkat folyamatosan cseréljük, a visszacsapó szelepeket, és minden a fém alkatrészt, ami ugye a klóros környezetben lent a pincében elkorodálódik, azt folyamatosan cseréljük műanyag alkatrészre, és próbáljuk az egész gépészeti rendszert felújítani. A jövőben pedig második ütemben a hőlégbefúvónak a csöveit, a elhasználódott alumínium csöveit szeretnénk átépíteni és újakat betenni helyettük. Ez mellett pedig a elektromos rendszert is szeretnénk átalakítani és modernizálni. Továbbá terve van véve az is, hogy az öltöző rendszert modernizáljuk, a medencét egy kicsit mélyítsük, illetve tanmedencét építsünk a meglévő öltözőrendszer helyére, és a mostani öltözőrendszernek pedig új épületet adnánk a jelenleg most a uszoda udvarára, oda építenénk fel egy épületet, ahová öltözők és más szolgáltatások is bele bekerülnének ebbe. Tehát ez még a jövő, folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezt pénzt szerezzük, és pályázati forrásból meg tudjuk valósítani.